címmel. Öné a szó, frakcióvezető helyettes úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Tavaly novemberben az országgyűlési kampány időszakától volt hangos a sajtó. Kiderült, hogy külföldről a választások kimenetelét próbálták befolyásolni kampánytámogatással. Nem volt nehéz dolguk, hiszen tudjuk, könnyű katát táncba vinni. Külföldről a dollárbaloldalt, sőt a véleményüket is megvették több milliárd forintért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma már tudjuk, hozzávetőleg 4 milliárd forintnyi támogatás érkezett a dollárbaloldalhoz, az Action for Democracy nevű amerikai szervezeten keresztül és egy Svájcban bejegyzett alapítványon keresztül. A dollárbaloldal azonban mindenről némasági fogadalmat tett. Amikor kérdezték őket a goruló dollárokkal kapcsolatban, vagy nem válaszoltak, vagy hazugságspirálba kerültek. Állították, hogy átlátható a finanszírozásuk, kiderült, hogy hazugság. Állították, hogy néhány százmillió forintos támogatásról van csak szó, kiderült, hazugság. Állították, hogy amerikai szervezet honlapján gyűjtöttek mikroadományokat, kiderült, hazugság. Gyurcsány Ferenc pedig egyenesen azt állította, hogy nincs tudomása a külföldi kampánytámogatásokról, így az pártja nem is használhatta, kiderült, hazugság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még szerencse, hogy Márki-Zay Péter memóriájával nincs baj, és ő pontosan mindenre emlékszik, arra is, amire önök most nem emlékeznek. Például emlékszik arra, hogy utoljára akkor tudtak a guruló dollároktól a tisztelt baloldali pártok, amikor maguknak követelték azt az összeget, ami még megmaradt úgymond a választások után belőle. Amikor azonban a guruló dollárok botránya napvilágot látott, hirtelen mindent letakadtak, pedig tudhatnák, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A fentiek ismeretében nem csoda, hogy a dollárbaloldal rendszeresen azt az álláspontot képviseli, ami hazánknak egyenesen rossz. Ne feledjük a bulcsmondást, pénz beszél, kutya ugat. Ami azt jelenti, hogy a dollár baloldalnak a pénzért a külföldi megbízóik érdekeit kell képviselni, azt az érdeket, ami szöges ellentétben áll a magyar érdekkel, és így a polgári kormány politikájával is. Ők azért állnak velünk szemben, mert számunkra kiemelten fontos a nemzeti szuverenitás megőrzése, a keresztény értékek védelme, az illegális migráció megfékezése és a határok védelme. Ők szemben állnak velünk azért, mert mi a béke pártján vagyunk. Ők szemben állnak velünk, mert külföldi megbízóik szankciópártiak és háborúpártiak. Így napraikra oda jutottunk, hogy a dollárbaloldal a külföldi érdekeket figyelembe véve hazánk érdekei ellen dolgozik. Hogy miért? Pénzért és azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És ha ez még nem lenne elég, újabb elképesztő önleleplező nyilatkozatot adott a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje, ezúttal a Hódmezővásárhelyi Televízió 2023. március 29-i adásában, ahol őt az 1 millió forintos bírósági büntetésről kérdezték. Márki-Zay Péter kifejtette, hogy az 1 milliós bírságot az Amerikából érkezett kampánypénzekből fizeti majd ki, anélkül, hogy ő csődbe menne. A kérdés az, lehet-e ennél mélyebbre süllyedni? Nyilván költői. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sorosféle hálózat már számos régiós országban gyakorolt érdemi befolyást a belpolitikai folyamatokra. Sorosék Magyarországon a baloldal hatalomra segítésében látják a saját politikai társadalmi elképzeléseik érvényre juttatását. Céljuk elérése érdekében semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, mint ahogy azt miniszterelnök úr is mondta, az egész baloldal összefogott a kormánypártok ellen, Brüsszel megpróbálta kiszárítani a kincstára, Gyuri bácsiék pedig begurították ide Amerikából 4 milliárd forintnyi dollárjukat, hogy legyen az elvtársaiknak mivel lövöldözni ránk. De pórul jártak, ezt megint elkalibrálták.
A választási győzelmet nem szokták csak úgy utána dobni az embereknek, különösen nem a kétharmadost. Amögött munka van, a munkának az eredménye, amit méltányolnak az emberek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, e példátlan beavatkozási kísérlet elkölcsi és politikai felelősségét meg kell találni, felelniük kell. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.